Na hát folytatjuk küldetéseinket a Földön. Az előző részekbe... Na az előző részekbe annyi történt, hogy megcsináltunk négy ilyen arénát. Majd egy ilyen csatornarendszerbe végigmentünk, utána egy ilyen nagyobb ellenséget kellett megölnünk, és ezt követte, hogy kaptunk egy ilyen griffet, amivel idáig elrepültünk, amit itt viszont Tiamat könyörtelenül megtámadott. És igen, itt lesz majd fönt Tiamat, az az első ellenségünk, ami a pusztítóhoz fog vezetni. As wise as you are powerful, you drive too hard a bargain. No. Persze nem annyi, hogy itt bemegyük ezen az ajtón és már egyből Tiamat fog megtámadni minket, hanem először is lesznek más ellenségek még a út közben. Lesznek benn logikai feladatok, csomó. Over here! Megyek. Már között itt van egy ilyen feladat, kell venni ezt a kartot. És ha jól emlékszem, igen, ide kezébe kell berakni. Így nyílik ki, mert ez az ajtó. Ott egy Tiamat és a másik, amivel jött. Mindig így körbe szoktam nézni, hogy bemegyek egy terembe, mert ki tudja, mikor akad egy láda, vagy bármi. Hoppá. Na. Hallottunk azt, hogy annak a szörnynek a szájából kiejtessük azt a szobor fejet. Egyébként a térképen mutatja is, melyik nyitott ajtó, melyik nem. Tetszik ez a támadás, ez a 360, 380. Azt hiszem, hogy ezzel meg tudtak állítani. Hát
Vagytok? Na. Most tudom, hogy honnan jöttem, hogy... De honnan innen. A ragacspontba. Na. Ez amit mondtam, hogy a piros listát lekidobjuk, akkor... Felrobban. Az egy is jó volt. Ezt ellenségnek is lehet dobni, de majd lesz olyan is, ami nem fog égni. És akkor... Várjuk. Olyan fog égni. És majd a pengével kell hozzáérni, és akkor fog... elkezdeni égni, és úgy fog felrabbalni. Káosz rő. Na erre nem lesz most szükségem. És a játék úgy van megcsinálva, hogy majd vissza kelljen jönni a dolgokért. Mert ezt itt például ott látjátok, ahhoz hozzá kell érnem, ahhoz, hogy az ott felrobbanjon, vagy meg kell érintsem, de viszont túl messze van hozzám, és majd csak a pengébe fogom tudni ezt megcsinálni. Nézzük itt ezen az ajtón. Na igen. Nem így kell tovább menni, majd le kell ugrani a bagadat, amit most csináltunk, az orszaborra. Te is rakom el. Így mi? És itt kell tovább mennünk. Az át, akkor elmegyünk. Csomószor volt az, hogy előttem lőtt a lábába. Így beleesett a lábába, aztán könnyebb volt így megölni. Engedd már el.
Ennyi volt, nem ilyen nehéz. Ó, oh, szemkulcs. Nem tudom, észrevettétek-e, de kint van egy szemre ajtó. Úgyhogy azt most ki fogjuk nyitni. Ó, ha azt nem is vettem észre. Nagy jó, hogy visszajöttem. Ott van egy életről, vagy ilyen lereket. Csöppet félbevágtam. Rosszat sejtek. Tudtam. Ez egy érdekes ellenség lesz. Kerül az ernyi a páncet is utána. Normálisan magyar. Na, van még egy gardunk, akkor ez mehet be a szemközti ajtóba, ami ott volt. Amin először kijöttem, az a szembe lesz egy ajtó, és oda kell ezt berakni. De előtt megint meg kell küzdeni itt ellenségekkel. Miért esik be egy utána nem kell? Tudom, hogy hova kell menni. Ha én most oda bemegyek a kardért, akkor engem az ott fönt meg fog enni. De viszont ha megfogom én ezt, majd rádobom a falra.
első harc közben haltam meg. Erre valatok valami gombot. Ezt így állapodtam, azt nem tudom majd tudni. Erre mentünk igaz. Nem. Nem érdekes, berúgom az ajtót, majd utána autóltán vissza csomó. De nincs is rajta olyan üzem. Ezek valami gyorsan, mert hát ha sikerül, világ sikerül meg. Nem, egy kicsit arrébb. Jó, de tudom. Már csak egy kell. Yeah.